Sikeres év után további fejlesztési lehetőségek a kemping területén. Feloldották a látogatási tilalmat Fejér megye összes kórházában, így a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban is. Több 10 milliós informatikai beruházás a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Fejér megyében ezt eddig mintegy 15 ezeren kérték. A tervezetek megtekintésére 2017. március 15-től van lehetőség online az ügyfélkapunk keresztül a rendelkezésre álló igazolások segítségével. Az elkészített adóbevallás ellenőrzése kiemelten fontos, ugyanis a hiányzó a NAV-hoz be nem érkezett jövedelmekről az adózónak magának kell számot adnia. Akinek nincs ügyfélkapuja, az a NAV által elkészített tervezett postázását kérheti SMS-ben, a NAV honlapján, írásban vagy az ügyfélszolgálatokon. Mivel a határidő március 15-e munkaszüneti nap, ezért például március 16-án is elküldhetik az SMS-t a NAV-hoz. Az ügyfélkapu regisztráció mindössze néhány percig tart. Ehhez személyazonosító igazolványra, személyigazolvány, jogosítvány vagy útlevél és érvényes e-mail címre van szükség. Lényeges, hogy mindenki nézze át a tervezetet, mert az adózók felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzon semmi. Azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem érkezett adat évközben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adni, ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére. Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere és Gergő Edmond a DVG ZRT operatív igazgatója a felújított kemping elmúlt egy évét értékelték. A létesítmény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mind a város határain belül, mind azokon kívül. Ezért a további fejlesztési lehetőségek is szóba kerültek. Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere Gergő Edmonddal, a DVG ZRT operatív igazgatójával tartott közös sajtóbejárást a Szalki-szigeten. A sajtóértekezletet a Szalki-sziget eredményeit és fejlesztéseit illetően hívta össze. Cserna Gábor úgy fogalmazott, rendkívül büszke a Szabad Strandon a 2009 nyara óta végzett munkára, ugyanis a cél, amely annak az élete való megtöltése volt, sikerült. Ennek jó bizonyítéka ugye a Rock Marathon immáron harmadszor, Dunaújvárosban az év nyarán, de egyéb baráti, családi, munkahelyi, iskolai közösségek adnak egymásnak, váltják úgymond a területen egymást. Ez tavaly bővült ugye a szaunaparkkal, a 10 kis faházból álló szaunaparknak, amelynek pont egy éve 2016 márciusában volt az átadása. Tavaly év júniusának végén volt ugye a DVG és a Turinform szervezésében és a Horgász Egyesület szervezésében az első halászléfőző verseny, ennek is folytatása lesz az idén június végén. És további tervek is szerepelnek a vagyonkezelő cég és a városvezetés fejében. Turizmussal összefüggő pályázatok beadása, egy igazi élő horgászparadicsom, sport és rekreációs terület kialakítása. A Szabad Strand fejlesztési terveinek megvalósításával megbízott cég a DVG ZRT operatív igazgatója a további, még az idén kivitelezésre váró terveket és elképzeléseket ismertette. Tervek között szerepel egy dunai, nagydunai kishajós csónakkikötő és egy vízi benzinkút, amivel fel tudnánk lendíteni itt talán a szállás lehetőséget, aztán a vizitúrához, az országos vizitúrához tudnánk csatlakozni a kikötővel, a vendéglátással és a helyszínekkel, valamint szerepel egy rekordtános futópályának a megépítése körbe itt a Szalki-szigeten. A sajtótájékoztatón Cserna Gábor biztosította a vagyonkezelő céget a rendelkezésre álló forrásokról. A Szalki-sziget 2016-ban egy internetes szavazáson elnyerte az év Dunai szigete címet. Fejlesztések városszerte. A jó idő beköszöntével egyre több felújítási munkálatot tudnak végezni az önkormányzat megrendelésére a DVG ZRT szakemberei.
A héten az Esperanto út végén található garázsoknál javították az utat. Ezen kívül a Bacsányi utca 16 számnál lévő kereszteződésben alakítottak ki akadálymentesített feljárót. Továbbá a kátyús utak javításán folyamatosan dolgoznak a speciális technológiával. Közel, én szerintem most már 500 darab kátyút javítottunk. Ez ugye négyzetméterben is közel azonos, valamelyik nagyobb volt, kisebb volt. Voltak nagyobb összefüggő 15-20 négyzetméteres javítások is. Jelenleg az alsó Dunaparton kátyúzunk. Itt lesz hétvégén egy triatlon verseny. Az miatt is, meg hát persze gyakorlatilag annyi kátyú van már az alsó Dunaparton is, hogy nem lehet közlekedni biztonságosan. És utána a városban ugye vannak olyan részek, amik kibontásra kerültek, azokat fogjuk aszfaltozni. Egészséges életmóddal az egészséges vesékért. Idén ez a jelmondata a 2006 óta minden év március 2. csütörtökén megtartott Vese világnapjának. Ez alkalomból a Szent Pantaleon Kórház közösen a dialízis központtal nyílt napot tartott, melynek célja felhívni a figyelmet az egészséges, mozgásgazdag életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. A Vese működésével kapcsolatos információkról érdeklődik Varga Sándorné, a Szent Pantaleon Kórház földszinti aulájában a Vese világnapja alkalmából rendezett nyílt napon. Azt mondja, az ilyen és ehhez hasonló rendezvények alkalmasak, hogy a személyes konzultáció során választ kapjanak egyéni kérdéseikre. Én azt gondolom, hogyha valaki egy kicsit problémás, akkor ez egy megnyugtatás, vagy ez egy ilyen olyan, hogy akkor... Tényleg, akkor nem kell orvoshoz menni, beutaló, különböző vizsgálatok, várakozás, hanem itt akkor így az ember mindent megtud, amit szeretne. A dialízis központ ápolási vezetője elmondta, a különféle vesebántalmak ma már népbetegségnek számítanak. A 12. világnap központi témája a vesebetegség és az elhízás kapcsolata. Célja felhívni a figyelmet az egészséges életmód és a szűrővizsgálatok fontosságára, mint a megelőzés lehetséges módjaira. Sajnos ismert az, hogy az elhízás emeli a vérnyomást, vércukor problémákat okoz, nagyon gyakori betegség a cukorbetegség. A mozgásszegény életmód, ezek mind együttesen hosszú távon veselégtelenséghez vezethetnek, hogyha az emberek nem járnak szűrővizsgálatokra. A túlsúly az a 25-ös testtömeg index fölött kezdődik, az elhízás az pedig a 30-as testtömeg indexnél. A pontos meghatározást a testmagasság és a testsúly ismeretében lehet megadni. Ennél van egy újabb módszer is, ahol a derék haskörfogatot mérjük. A haskörfogat nőknél 88 centi, férfiaknál pedig 102 centiig normális. A Vese világnapját 2006 óta minden év március 2. csütörtökén tartják, évről évre más és más témában. Az idei világnap országszerte az egészséges életmóddal az egészséges vesékért jelmondat köré épült. Feloldották a látogatási tilalmat kórházunkban. Az influenza figyelő szolgálat jelentése alapján az influenza-szerű megbetegedések száma a járványügyi küszöbérték alá csökkent a Szent Pantaleon kórház térségében. Így március 9-től a megyei tiszti főorvos feloldotta az általa még január 19-én elrendelt teljes körű látogatási tilalmat a fekvőbeteg intézményekben. Ez indokolt volt annak érdekében, hogy a kórházban fekvő gyermekek, kismamák, immunhiányos betegek, tehát a legyengült szervezetű idősebb betegeket megvédjék, vagy csökkentsék legalábbis a kockázatát a vírusfertőzésnek, tehát az influenza vírusfertőzésnek. Az influenza figyelő szolgálat adatai alapján viszont a tiszti főorvosi szolgálat a tegnapi napon elrendelte, hogy megszüntethetjük ezt a látogatási tilalmat, úgyhogy a mai napon felszabadult a kórház ebből a szempontból. Több 10 milliós informatikai beruházás. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 7 intézményében több mint 80 millió forint értékben fejlesztették az informatikai eszközöket, illetve az ehhez tartozó hálózati berendezéseket és bútorokat. Feltettük a tabletre a
az előadott prezentációt, és ott ők vissza tudják nézni, nyomon tudják követni, hogy miről is volt szó. A tabletek oktatási használatáról beszél a Lóránffy iskola vezetője, Pocsainé Varga Veronika. Az intézmény is részesült abból a több mint 80 millió forint értékű informatikai fejlesztésből, amelyet az év elején végeztek el a DSC 7 tagintézményében. Az iskolában főként a belső hálózatot fejlesztették, valamint tableteket kaptak. Amiket az oktatás során fel tudunk használni. Rájöttünk, hogy a diákokat csak úgy tudjuk tanítani, ahogy ők tanulni képesek, tehát az okos eszközökre nagyon nagy szükség van, viszont nincs minden diáknak okos telefonja, tehát ezzel a tabletekkel elősegítjük azt, hogy csoportmunkában információkat tudjanak elérni, szavazórendszerként is tudjuk működtetni. A kollégák egyre inkább használják, reméljük, hogy elterjed, és még több ilyen eszközre szert tudunk tenni. Ezek a felvételek már a Dunafer iskolában készültek. Az intézmény két épületében összesen 54 számítógéppel és hálózati eszközökkel bővítették az informatikai felszerelést. Az igazgató szerint a beruházásra nagy szükség volt. Milliós tételek, hiszen az 54 darab számítógépet laikusként is felszorozzuk a piaci ára, akkor érzékelhetően ezek milliós beruházások. Hogy említettem, mert az elmúlt években nem volt semmiféle lehetőségünk a tanulók által használt számítógépek hosszú évek óta ugyanazok voltak, ezeknek a minősége és korszerűsége hagyott már maga után kívánnivalót, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott. Az informatikai fejlesztés részeként 15 projektort, 168 asztali számítógépet, 211 monitort, 4 nyomtatót és 49 laptopot szerezhettek be a szakképző iskolák. Újra választották András Istvánt. A rektor így további 5 évig, azaz 2022. június 30-áig marad az egyetem vezetése élén. Március 7-én az intézmény szenátusi ülésén egyhangulag 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett szavaztak bizalmat András Istvánnak, aki 2012 óta rektora az intézménynek. Következnek főbb híreink még egyszer röviden. Sikeres év után további fejlesztési lehetőségek a kemping területén. Feloldották a látogatási tilalmat Fejér megye összes kórházában, így a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban is. Több 10 milliós informatikai beruházás a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy minket választottak. A következő percekben időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Tóth Veronika elmondja nekünk, hogy a következő napokban milyen időjárásra is számíthatunk. Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere és Gergő Edmond, a DVG ZRT operatív igazgatója sajtótájékoztatón beszélt a kemping elmúlt egy évéről és a fejlesztési lehetőségekről. Ezzel foglalkozunk a Hírpluszban. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Pénteken hidegfront érkezik, majd szárazabb napok jönnek. Péntekre egy hidegfronthoz északnyugat felől több felé esőt, záporokat, helyenként az ég is megdörrenhet. Feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, a Dunántúlon viharos lökésekre is számítani kell. Pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, délután plusz 10 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de említésre méltó csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet plusz 11 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!